Gyida Jenő, Amundsen kortársa. Felesége kéri, beteg vagy fiam, ne menj ma hivatalba. Két fia kéri, láza van apám, ne menjen hivatalba. Dermet madarak riadoznak, nagyon hideg van, ne menj ma hivatalba. Zúzmarás fák közt bömböl a szél, maradj az ágyban, ne menj a hivatalba. Ő pedig feleli nékik, nem lehet fiaim, be kell fejeznem a zárszámadást. És föl kell az ágyból, még diderekbe mosdik régi latin szók jutnak eszébe. Officium officii, munka, tisztség, hivatal. Debitum debiti, adósság, kötelesség. És titkolja, hogy reszket, és búcsút vesz, és elindul a 20 fokos hidegben. Nem lelkesedik, nem rajong, nem hagyja feszülő féktelenség, nem fűti forró fanatizmus. Hírnév, dicsőség, győzelem hármas igéjét nem lengeti rőt lobogón. Egyszerű, józan és kérlelhetetlen, mint a kenyér, mint a zárszámadás, mint a kötelesség. Nézz utána, barátom, amint köhögve lép ki az északi sarki hidegbe, kis hivatalnok, kissé hajlott és deresedő, 50 éves, Amundsen kortársa, hős, az én apám s a te apád, barátom.